Az elmúlt másfél évben nem izgultam, ma nagyon izgulok. Hány órakor keltél ma reggel? Hát egyszer 3-kor, aztán 4-kor, és végül 6:30-kor már fölkeltem, hogy akkor behúzom a cipzárokat a bőröndön, és elindulok. Volt egy kis programom este, 4,5 órát aludtam. Hát teljesen jól vagyok, de nem azért aludtam 4,5 órát, mert feszült lennék, hanem azért, mert ennyit tudtam. Hát az elmúlt másfél évben nem izgultam, ma nagyon izgulok, és szerintem ez így is marad a következő 10 napban, de ez jó, én ennek örülök. Megpróbálom élvezni. Minek most izgulni? Hát utazunk. Hát út előtt vagyunk, és hát a lányok meg az elmúlt 10 hónap alatt megtanulták azt, hogy mit jelent figyelni az adott pillanatra. Hát 9-e az még messze van. Nagyon érdekes dolog, igen, ezt a vegyes úszást sikerült átváltani pillangóúszásra, de úgy érzem, hogy most igazán jól érzem magam ebbe, és igazán működőképes a dolog. Úgyhogy ez egy nagyon jó váltás volt szerintem, és kellett ez nekem. Még az utolsó napok simításai hátra vannak, de azt gondolom, hogy nagyon jól alakul a dolog, az egész éves felkészülés jól sikerült. Hát az utolsó pár nap formálódás az, ami a legfontosabb. Aki a döntőbe bekerül egy olimpián, az mindenképpen nagy dolgot visz véghez, és hát ott a döntőbe bárki veszélyes lehet, tehát nem csak egy-két emberrel kell egy számolni, hanem bárki, aki ott van a döntőben. Úgyhogy ilyen szempontból én azt mondom, hogy a legjobbnak kell lenni, elsőként kell tudni megérinteni a falat, a többi nem számít. Tudom, hogy amire kiérünk, biztosan rendben lesznek azért a dolgok, és én nem mondom azt, hogy engem ki lehet csökkenteni meg, aki ott van fejben, az egész csapat, azt én azt elmondhatom, nem gondolom, hogy meg fog zavarni minket bármiség, és engem biztos, hogy nem tud megzavarni semmi, hogy ott van a medence, akkor én már nagyon jól lesz. Az a legfontosabb, hogyha mi kimegyünk, kiérünk, akkor ott minden rendben várjunk. Probléma? Nem ismerem ezt a szót. Megvérettetéseket azt ismerem, és meg azt, hogy mindig tudok dönteni, és ez sokkal fontosabb. Nagyon érdekes a probléma szóról, hogy ilyenkor az illető önmagát húzza le. Én sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy ha szeretnénk elérni oda, ami a célunk, azt mosolyogva és lazán tudjuk megtenni.